nagypapám hagyatékát pakoltuk, amikor az egyik fiókban a parafadugók és egyéb nagyon fontos kincsek között ezt a könyvecskét találtam. Hadifogoly emlékeim. 1947, Rusztavi, valahol Oroszországban. A hadifogolytársak hálája, amiért az embertelen körülmények közé két maláriás lázroham között is örömet csempészett a tábor életébe, a színház varázsával. Ő volt Bodor Tibor színművész, aki egymaga több mint egy teljes esztendőnyi hangos könyvet olvasott fel a látássérülteknek. Ahogy ma délelőtt Juhász Annát hallgattam, a csodálatos előadása alatt fogalmazódott meg bennem, hogy a nagypapám is egy olyan irodalmi nagykövet volt, mint Anna. Pár napja pedig ez a kép került a kezembe, ahol Mácsai Pál és Hirtling István ebből az emlékkönyvből olvasott fel, mert Bodor Tibor példájára ők is szívesen emlékeznek. Itt már a csodálatos önkénteseinkkel elkészített első 150 hangos könyvünket adhattuk át a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének. Nekem a nagypapám a példaképem. Neked van példaképed? Példakép, ideál, hős, magasztos szavak. Vajon napjainkban, amikor influencerek és véleményvezérek lepik el a világunkat, még tudjuk, hogy miért fontos a példakép? Hiszen akarva akaratlanul a legtöbbünk példaképpé válik, amikor gyermeke születik. Minden gyermek első példaképei a szülei. Aztán, hogy később ő ezt jó, vagy kerülendő példának tartja-e, no ez a mi felelősségünk. És legyünk őszinték, nem is olyan könnyű példaképnek lenni. Mégis hogyan feleljünk meg az élet talán legnehezebb szerepének? Három dolog, ami segíthet ebben. Beszélj úgy, hogy meg akarjanak hallgatni. Hallgass úgy, hogy beszélni akarjanak hozzád. Adj úgy, hogy nem vársz semmit cserébe. Hogyan beszélhetünk úgy, hogy meg akarjanak hallgatni minket, ha értéket adunk a szavainkkal? Ha figyelünk rá, hogy a szavaink akkor is építsenek, amikor kritikát vagy valami negatív dolgot kell elmondanunk. Milyen úgy hallgatni, hogy beszélni akarjanak hozzánk, amikor nem akarsz a másik szavába vágva túltenni rajta, hanem az őszinte figyelmeddel ajándékozod meg. Az egyik legnagyobb dolog, amit a gyermekeinknek, vagy bárki másnak adhatunk, az a figyelmünk. A harmadik a legnehezebb, de kezd apró dolgokkal. Egy-egy mosollyal, apró gesztussal, és szép apránként kialakul, hogy úgy tudjál adni, hogy nincs mögötte semmilyen hátsó szándék, csak az adás öröméért. Emlékszem a hosszú beszélgetéseinkre nagyapámmal, ahogy beszélt hozzám, vagy ahogy hallgatott, figyelt rám. Ennek a képnek a hátuljára, amikor egyszer viccesen dedikációt kiírtam tőle, azt írta. Ha már örökké az árnyék lesz a nagyobb, én akkor is figyelni fogom a pályafutásod. Folytatom a küldetését. Kívánom, hogy találd meg te is a te példaképed, és a küldetésed, hogy hogyan válj példaképét.